Voltunk vásárolni a Lidl-be, egy kis hiánypótlást csináltunk. Mégpedig mutatom, miket vettünk. Vettünk először is egy pulykamásonkát, csak reggelire, ezt én szoktam enni. Egyet hoztunk, mert mostanában a kópos csirke mellett szoktuk enni. Vaffelinből vettünk kettőt, meg ilyen zappehely szeretet is vettünk kettőt, hogy legyen a táskába, amit be tudok tenni. Aztán kettő magyarós csoki apának, ez a 330-as. Akciós volt a natur sajtkrém, meg a csirkemásonkás. Vettünk egy ilyen nagy ubit, azt szeretjük, nagyon finom. Négy energiaital, kettő ilyen, kettő olyan. Szőrőből vettünk kétszer egy kilót, az ilyen kiló, ez meg ilyen másfél kiló, nagyon szeretem ezt a nagyszemű szőrőt, úgyhogy ez a nasi este. Papírtörlőt, mivel éppen nagy takarításban vagyok, úgyhogy kell a papírtörlő ablakot pucolni, meg egyébként is jó, ha van itthon. Vettünk uborkát, ennek 400 forint volt kilója, ez a sima kovászolni való uborka. Csak így megenni szendvics mellé. Meg vettünk paprikát is, ennek 2,79 volt így egy ilyen hálóval. Akciós volt, nem olyan szépek, de megenni jó lesz. Egy csomag banán, ez ilyen 4,99 volt kilója. Aztán innivalót is vettünk. Ilyen kubuszerűséget, ugye? Ezt a lidis rostost. Egy ilyen multivitaminosat, meg egy alma barackört banánt. Ezt én szeretem. Ezt meg apa fogja meginni. Ezt én már elkezdtem inni, mert én nagyon szeretem. Egy narancslé. Üdítőből vettünk kettő szőrőt, kettő bodzát. Vettem egy citromlevet majd teához, mert már jönnek a rosszabb idők, úgyhogy lassan elkezdünk teázni. Meg vettem egy sütőpapírt, mert hogy óvaszköz. Plusz csinálni akarok fokhagyma krémlevest magamnak, úgyhogy vettem két levesgyöngyöt, mert alig találtuk meg a időbe, úgyhogy legyen itthon levesgyöngy. Vettem kettőt ebből is. Vettünk egy fólia vizet, meg ugye itt van a többi üdítő. Úgyhogy most pillanatnyilag ennyit vettünk a Lidl-be, úgyhogy jövök a következő vásárlással.